Enyhítésért fellebbezett Kaleta Gábor, tudta meg a HVG a fővárosi törvényszéktől. Így másodfokon folytatódik a volt perui magyar nagykövet ügye. A több mint 19 ezer pedofil kép miatt elítélt Kaleta egy év felfüggesztett börtönt, valamint 540 ezer forint pénzbüntetést kapott. Az ügyészség elfogadta az ítéletet. A DK botrányosnak nevezte a fellebbezést, az MSZP a büntetési tételek szigorítását javasolja. A legfőbb ügyészség közleményében azt írja, a vádhatóság büntetési indítványa Kaleta ügyében is megfelel a bírósági gyakorlatnak. Emlékeztetnek rá, hogy az elmúlt 5 évben országosan 117 vádlottal szemben született, 18 év alatti szeméről készült pornográf felvétel megszerzése miatt jogerős ítélet. A 117 vádlott közül mindössze 4-et ítéltek letöltendő szabadságvesztésre. Itt van már Vadai Ágnes, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm nálunk. Tegnap a Facebookjára kitette egy írást, hogy fel nem fogja, hogy hogyan lehet, hogy a magyar távirati iroda is Kaletát védi, miért nem adták ki a közleményét. Mit ért abban a közleményben, miért nem adták ki, vagy volt indoka? Kaleta Gábor személyiségi jogaira hivatkozva nem adták ki a közleményt, amiben természetesen felháborodtunk azon, hogy egyfelől, hogy Kaleta Gábor úgy döntött, hogy túlságosan súlyos ez az ítélet, másfelől pedig azon, hogy az ügyészség eleve is nagyon pozitívan, már-már barátian bánt ebben az ügyben a volt limai nagykövettel. És az MTI azt mondta, hogy személyiségi jogokat sértek. De ez sértett a személyiségi jogait? Amikor pedofilnak neveztem, de hát nem én neveztem pedofilnak, ő saját maga vallotta be, ez egy pedofil bűncselekmény, 19 ezer alkalommal elkövetve, amikor kiskorú, legalább 19 ezer alkalommal, amikor kiskorú gyerekeket lényegében szexuálisan kizsákmányoltak, és ő ennek részese volt azzal, hogy ezeket a képeket letöltötte és tárolta a hivatali gépén. No, egyébként ugye nem csak őt nevezte pedofilnak, hanem magát az ügyészséget is, mert azt mondta, hogy pedofil barát ügyészség. Miért mondja azt, hogy védte Kaleta Gábort az ügyészség? Mert az ügyészség az egész eljárás kezdetén arról beszélt, először is nem beszélt. Tehát, hogy ez az egyik, hogy nem nagyon beszéltek, úgy kellett belül kihúzni a legalapvetőbb információkat, jó magam is adtam már korábban, mert a legfőbb ügyészhez írásbeli kérdés, hogy miért nem tartottak erről sajtótájékoztatót, hiszen itt ez egy közszereplőt érint, egy nagykövetet, a külügyminisztériumot érinti, állítólag a titkosszolgáltat érinti, ez mégiscsak egy olyan ügy, amiről kellett volna az ügyészségnek sajtótájékoztatót tartani, azt mondták, hogy nem érezték ennek szükségét, teljesen véletlenül derült ki ez az ügy. Tehát az egyik oknyomozó újságíró portál írta ezt meg. Másodszorban, ugye valóban az ügyészség kiadott egy közleményt arra vonatkozóan, hogy 117 ember volt az elmúlt 5 évben, akit ilyen bűncselekmény miatt bíróság elé állítottak, és ebből 4 kapott letöltendő szabadságvesztést. Csak az ügyészség nem tette hozzá, vagy ez nem derül ki annyira, nem domborította annyira ki, hogy több mint 70 esetben maga az ügyészség kért felfüggesztett szabadságvesztést, miközben a büntető törvénykönyv világosan megmondja, hogy akár 3 évig terjedő szabadságvesztést. De ebben az esetben nem kértek, ugye? Az is benne van a közleményben. Ez az alapvető probléma. Az ügyészség egyébként végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott, tárgyalás megtartása mellett. Ugye ezt eddig nem tudtuk, mert az ügyészség eddig sem szólalt meg. Tegnap adták ki ezt a közleményt. Azt írják, bocsánat, a bíróság a járvány miatt tárgyalást nem akart, és az ügyészség indítványával szemben felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki. Ezt az ügyészség először nem fogadta el, tárgyalást kért, de azt mondta, hogy abban az esetben, ha beismerő vallomást tesz, mármint Kaleta, akkor lehet, vagy legyen felfüggesztett, ez megtörtént, de egyébként az ügyészség által a beismerés esetére tett indítványt a bíróságra, vagy ez az indítvány a bíróságra nézve nem kötelező, tehát ha a bíróság más büntetést akar, vagy akart volna kiszabni, tárgyalást tarthat. Ezt írja az ügyészség. Ezt az ügyészség pontosan tudja, hogy nem így van. Ez nem igaz? Nem. Azt nem tudom megmondani, hogy az ügyészség eredetileg mit kért, hiszen ezeket az iratokat nem mutatták be nekünk sem, nekem se, senkinek. De most egy azt közleményben pontosan, ezt írja, feltételező, hogy ez nem így van? A közleményben sok mindent lehet írni. Mi azt látjuk, hogy magán a tárgyaláson, az elsőfokú döntéskor világosan kiderült, hogy az ügyészség azt válaszolt, vagy azt mondta, hogy ha beismerő vallomást tesz Kaleta Gábor, akkor felfüggesztett szabadságvesztést, és ugye emellé pénzbírságot kap. Ez a tény. Tehát lehet, hogy korábban volt olyan szándékuk, hogy letöltendőt kapjon, csak ez a szándék, amikor a bírósági tárgyalásra értek, és az elsőfokú döntés volt, ez a szándék már eltűnt. És ez nem kell... volt ismert. Ez ebből a tegnapi közleményben olvasható legesleg először. Nem láttuk az erre vonatkozó dokumentációt, mert akkora nagy titkolózás van, emlékeztetni szeretnék arra, hogy
még egyszer, hogy egy oknyomozó portál derítette azt ki, hogy mi is történt ebben az ügyben, és aztán a külügyminisztérium vagy a külügyi bizottság zárt ülésen tárgyalta ezeket az ügyeket, és 10 évre titkosították. Nyilván büntetés terhe mellett, tehát nem beszélhetek arról, hogy mi volt, de egyébként olyan túlságosan sok információt, éppen arra hivatkozva, hogy folyamatban lévő ügyről van szó, nem voltak hajlandók mondani. Ráadásul ugye az ügyészség szerintem ott követte le az óriási hibát, amikor azt mondta, hogy beismerő vallomás esetén kér felfüggesztett szabadságvesztést Kaleta Gáborra, ugyanis még beismerő vallomásra sem volt szükség, hiszen az a több mint 19 ezer fotó egy hivatali gépen az önmagáért beszél. Ilyenkor nem gondolom, hogy szükség van beismerő vallomásra. Ott volt az összes bizonyíték, az ügyészség rendelkezésére állt az összes bizonyíték. Jogász nem vagyok, de elvileg mindig kell. Tehát, hogyha bármi bizonyíték van, akkor is szükség bocsánat, van beismerő nyilvánvalóan, hogy valakinek a hivatali gépén 19 ezer ilyen fotó található. Nyilvánvalóan valami ok volt arra, hogy őt Limából ilyen módon, nem tudom, hazahozták, hazajött, hazarendelték, kimenekítették, nem nagyon lehet tudni. Abban egészen biztos vagyok, hogy ha egyébként nem történik meg az, hogy hazahozzák, hanem ott valamilyen oknál fogva ott kerül a hatóságok látókörébe, és mondjuk a diplomáciai mentessége az esetben nem számítana, akkor ennél sokkal súlyosabb büntetés kapott volna. Láthatjuk is a többiek esetében, mert mint a büntetés. Ráadásul ugye az ügyészség beszél arról, hogy itt voltak enyhítő körülmények, ilyennek tekintette a beismerő vallomást. De ahogy látom, például a kísértés is lassan már az enyhítő körülmények közé tartozik, és magyarázatot várunk arra, ezért adtam egy újabb írásbeli kérdést, hogy mik voltak tényleg az enyhítő körülmények ezekben az ügyekben. Még egy dolog, tegnap itt volt Bárándi Péter, és azt mondta, hogy ő nem lát hibát, ugye volt igazságügyi miniszterről van szó, sem az ügyészség, sem a bíróság eljárásában és az ítéletben. Azt mondja, hogy a jogszabályok ezt mondják ki, tehát az ügyészség a társadalom igazságérzetének sérüléséről azt mondja Bárándi Péter, hogy súlyosabb büntetésért való kiáltás egy tévesen megválasztott eszköz lenne. Tehát valamilyen arányt azt mondja fel kell állítani, azokat kell nagyon súlyosan büntetni, akik közvetlen kapcsolatban vannak kiskorúakkal. Ennek ez a büntetési tétele, ezt kérhette az ügyészség, és így ítélhetett a bíróság, ebben nincsen hiba. Ebben most vitatkozom Bárándi Péterrel, és nem csak jogi szempontból nem venném magamnak a bátorságot, hiszen ő egy nagy tudású jogász, de azt ő is pontosan tudja, hogy azok, akik közvetlenül kapcsolatba lépnek kiskorúakkal és szexuálisan zaklatják őket, azoknál a büntetési tétel magasabb. A pornográf felvételek birtoklása terjesztése esetében 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, tehát ott is volt lehetősége az ügyészségnek arra, hogy letöltendő szabadságvesztést kérjen, és hogy jelezte az elmúlt 5 évben, 4 esetben ez sikerült is. Ez az egyik, a másik. Én azt gondolom, hogy ezeknél a típusú bűncselekményeknél most látszódik az, hogy sokkal intenzívebben, erőteljesebben kell a politikának, meg kell próbálni érzelem nélkül, ami nagyon nehéz. Tehát ezt meg kell mondjam, hogy szerintem mindenkit elönt az indulat. Általában is pedofil bűncselekmények esetében, most meg konkrétan tényleg, és nagyon nehéz indulat nélkül beszélni, de komplexen kell tudni ezt kezelni. Itt jelen esetben egy olyan emberről van szó, aki nagykövet volt. Nagyköveti pozíciójával visszaélve 12, több mint 19 ezer fotót. Ennek súlyosbító körülménynek kellett volna lenni? Az, hogy ő ilyen mennyiségben tárolt fotókat, én az egyet is bűnnek tartom, de 19 ezeret az kifejezetten. Ahhoz már konspirációs tevékenységre van szükség, hogy ezt a hivatali gépén úgy tudja őrizgetni, hogy ezt csak mondom, a magyar titkosszolgálatok ne vegyék észre. Egyébként őszintén remélem, hogy a külügyminisztérium elrendelt egy vizsgálatot azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet, vagy a kormány, hogy hogyan lehetséges az, hogy senkinek nem tűnt föl. Pont erre akartam rátérni, csak hogy nagyon kevés időnk van, valószínűleg órákig lehetne erről még beszélni, hogy van egy másik vetülete is, ez amiről ön beszél ennek az ügynek, mégpedig, hogy hogyan nem derül ez ki. A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagja, nemzetbiztonságinak nem tagja? De az biztosan tudja, hogy mondjuk egy C-típusú átvilágításon átesett, hogy nem derül ki ez a magyar hatóságok számára. Azt mondja Cseri Ferenc nemzetbiztonsági szakértő, itt mondta, hogy ez elképesztő, hosszú-hosszú évekre alássa az itthoni hatóságok teljes munkáját. Ez az ember zsarolható volt, ezt is mondta Bárándi Péter, és hogy ez az egyik legnagyobb veszély ennek az ügynek. Hát az látszott, hogy az ilyen nemzetbiztonsági ellenőrzés, tehát ez, amit mondjuk elvégeztek az én esetemben is több alkalommal, ez ebben az esetben egyszerűen nem bizonyult valamiért hatékony eszköznek. Vagy azért, mert nem történt meg a rendes vizsgálat, és csak rutinszerűen végezték el, vagy pedig azért, mert Kaleta Gábor is, ezért mondom, hogy ez egy súlyosbító körülmény, olyan módon konspirál,
Tehát olyan tevékenységet végzett, és ennek az okait kell kutatni, ami miatt ezt a titkosszolgált nem tudta föltenni. De még egyszer szükség mondjuk, lenne, bocsánat, a szigorításra, mondjuk az átvilágítás szigorítására. Bárándi Péter azt mondta, hogy szükség lenne. Ugye a helyzet az, hogy ezt talán kevesen tudják, de 5 évente van ez az ellenőrzés. Az 5 év közötti időtartamban, ha valakinek valamilyen változás áll be az élethelyzetében, örököl nagyobb összeget, nem tudom én, elválik, vagy akármi, azt önkéntesen kell bejelenteni. Lehet, hogy túl hosszú ez az 5 év, lehet, hogy akár évente kellene ellenőrizni, csak a magyar törvények értelmében rengeteg embernek kell átesni a nemzetbiztonsági ellenőrzésen, és pont lehet ez volt az oka annak, hogy senki sem gondolt arra, hogy jelen esetben ezt jobban vizsgálja. 19 ezer fotó letöltése az nem egyik napra a másikra történik. Ennek a tárolása, ez a hivatali gépén van, ez kellett volna, hogy látszódjon. Szigorítást kezdeményeznek itt? Bocsánat, minden időnk lejárt, kezdeményeznek-e az átvilágítás szigorítását? A BTK-t igen, ugye az MSZP, a Jobbik ezt bejelentette meg. Azt meg kell nézni, hogy milyen, ha nem is feltétlenül szigorítása, másfajta eszközök vannak arra nézve, és a titkosszolgálatnak milyen eszközök kellenek a kezébe annak érdekében, hogy ez ilyen esetekben le lehessen buktatni az adott köztisztviselőt. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm.